Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióba Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony, a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programnak az ötletgazdáját, házi asszonyát. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Ez a program ides tova 10 éve működik, és ennyi idő elteltével már érdemes arra, hogy számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 10 évben. Annak idején hogyan született meg ez az ötlet? Hogy pattant ki a fejéből? Igazság szerint az volt az indítató ok, hogy egyre kevesebben művelnek kertet, egyre több kert van elhagyatva, egyre többen nem használják ki azt a lehetőséget, hogy otthon megtermeljék saját maguknak, családjuknak a zöldségek, gyümölcsöt, és rossz volt látni ezeket az elhagyatott, felgazosodott, gazdátlan kerteket, és úgy gondoltam, hogy valamit tenni kell. De ha csak beszélünk róla, akkor azzal mindenki egyetért, mindenki bólogat, hazamegy, és nem történik semmi. De ha versenyre hívom az embereket, akkor úgy gondolom megmozdul valami, hiszen az emberekben benne van a gyermeki én, szeretnek versenyezni, játszani, és úgy gondolom, hogy talán büszkék is arra, amit otthon a kertben megművelnek, ahogyan a kertjüket művelik, és talán szeretik is megmutatni azt. És ez egy versengés kapcsán nagyon jól megmutatható, és így ösztönözhető az is, aki ezzel eddig nem foglalkozott. És valószínűleg ez talált is, ez az ötlet, hiszen első alkalommal 2012-ben, amikor meghirdettem Karcagon ezt a programot, 22 lelkes nevezőnk volt Karcagról, és aztán a szakma kérésére és biztosítására és visszaigazolására elindítottam országosan ezt a programot, és már ebben az évben 10. alkalommal van országosan meghirdetve. Hát nyilván Karcagon 11. alkalom, amikor mindenki nevezhet a kertjével. Ugye megváltozott a világ annak idején, a dédszüleink, nagyszüleink idejében természetes dolog volt a háztáji, a kis konyhakertnek a megművelése, és onnan került be a konyhaasztalra mindenféle egészséges alapanyag. A mai világban már ez ugye nem annyira jellemző. Akik most, illetve az elmúlt években, a kezdetekor neveztek a versenyre, mi volt jellemző? Főleg olyan családok, akiknél ez már régen hagyomány volt, vagy voltak olyan jelentkezők is, akik most csöppentek bele, és elhatározták, hogy megművelik a kis konyhakertjüket. Igazság szerint a program nagyon jól működött, és hozta azt, amit elvártam tőle, hiszen első körben azok jelentkeztek, akik tradicionálisan gyerekkoruk óta 20-30 éve művelik a kertet, és gyönyörű kertjeik vannak, és büszkék is rá, és mernek is nevezni. Aztán szélesedett a kör, azok is neveztek, akik eddig nem neveztek, bár régóta művelik a kertjüket, és megjött a bátorságok ahhoz, hogy meg is mutassák azt nekünk, és elkezdtek büszkék lenni a kertre. És ahogyan ez a folyamat elindult az a folyamat is, hogy a szomszédok, főleg a kertszemle alkalmával rákérdeztek, hogy mi az a sok látogató a kertben. És amikor elmondták, hogy miért vannak ott a zsűri tagok, akkor elgondolkodtak rajta, sőt olyan is volt, aki a zsűrizés alkalmával jelentkezett be a programba, több olyan településről is hívtak zsűrizés közben, hogy most akkor mit csináljanak, hiszen a szomszédasszony is akar jönni. Mondtam, hogy semmi gond, van egy A4-es lap, töltsék ki, vegyék fel az adatait, és nézzék meg az ő kertjét is, nehogy valami sérelem érje a szomszédot. Így aztán elkezdtek vagy irigységből, vagy bizonyítási vágyból, vagy kíváncsiságból, de érdeklődni a program után, a lehetőség után, a kertművelés után. És bizony a kertművelőknek újabb feladatuk lett, hiszen nem csak a kertjüket kellett művelni, hanem az újonnan érdeklődőknek tanácsokat is kellett adni. Hamarni Marika néni itt Karcagon számolt be elsőként arról, hogy már szinte minden szomszédja érdeklődött a kert után, és nagyon sokan el is kezdtek kertészkedni az ő példájára. De tulajdonképpen tényleg meghozta a program azt a lehetőséget, hogy más is kezdjen el kertet művelni, érdeklődjön utána, és legyen igénye arra, hogy saját magának termeljen zöldséget és gyümölcsöt. Ennek példájára és ennek mintájára elkezdtem a statisztikát gyűjteni, megkérdeztem minden évben,
hogy hány embert vonzottak be ebbe a programba. Akik persze nem is neveztek a kertprogramba, de elkezdtek kertet művelni. Vagy kialakítottak egy kertet, vagy pedig kigazolták. Vagy a rendezett kertben, díszkertben kialakítottak egy kis zöldséges részt is. És nagyon érdekes, a sok kicsi sokra megy elv mennyire dolgozott. Ebben az évben, illetve 2021-es záróadatot tekintve közel 42 ezer olyan kert van, amit az elmúlt években, és ez nem teljes ez a felmérés, hiszen 2015 óta érdeklődök ezután, 42 ezer kert van, amit létrehoztak vagy kigazoltak, de elkezdtek benne konyhakertet művelni. Ez nem csak egy hasznos program, hiszen barlagon heverő konyhakertek, gazdas konyhakertek itt most új életre keltek az elmúlt évtizedben. Egészséges is, hiszen mozogtak a kertben, de úgy gondolom, hogy ennek nevelő hatása is van a fiatalabb nemzedékre, a generációk, fiatalabb generációkra. Mi a jellemző? Bevonódtak ebbe a versenybe, munkába a fiatalabbak is? Teljes mértékben bevonultak. Kezdetben azt hittük, hogy a gyerekek nem vesznek ebben részt, és a fiatalokat nem érdekli. A kertművelés el vannak foglalva a számítástechnikával és minden más egyébben, de ez nem így van. A legkisebbektől kezdődően a 2-3 évesektől egészen a 20 évesekig mindenki műveli a kertet, és egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekek körében. Mutatja az a számadat, hogy tavaly 2057 kertnevezőnk volt, és a legtöbb közülük bizony 18 év alatti, illetve 20 év alatti fiatal. Hogyha összegezzük az eddigi résztvevőket, akkor elmondhatjuk, hogy 25.770 nevezőnk volt ez idáig, és több mint a fele, majdnem 18.000 20 év alatti. Tehát a nevelő hatás érződik, hiszen ott vannak a nagyszülők, a szülők mellett, és ami talán a legfontosabb, hogy az óvodák nagyon aktívan részt vesznek ebben a programban, mellette természetesen az iskolák is, de főleg az óvoda az, ami a nevelő hatást talán a legjobban kifejti, hiszen az a gyermek, aki óvodában kert közelben nő föl, az óvodában is kertet művel az óvónénivel, dadus nénikkel, az iskolában is rá fog arra kérdezni, hogy és kert van, nincs, viszont hazamegy, otthon kötelező lesz kertet kialakítani, így aztán nem lehet azon csodálkozni, hogy amikor egy óvodai jelentkezési lapot megnézek, akkor bizony ott ilyen közel 100 a bevonzás a kert kialakítást illetően, hiszen minden gyermek hazamegy, és mindenkinek kertet kell otthon kialakítani, ha még eddig nem volt. Tehát én úgy gondolom, hogy így igazán lehet népszerűsíteni a kertművelést, és a gyerekekbe beleoltani a föld, a kertművelés, a kertészkedés szeretetét. És működik náluk. Szívesen csinálják, a középiskolások is, a kamaszok is, érdekli is a kertművelés őket, és nagyon büszkék arra, hogy ők mire képesek. Aki figyelemmel kísérte az elmúlt években a programot, az észrevehette, hogy mindig rendezetten, céltudatosan volt megszervezve, illetve lebonyolítva minden évben. Különböző kategóriákban lehetett nevezni erre a versenyre. Mik ezek a kategóriák, és hogyan kerültek ezek kialakításra? Első években a balkon kategória volt, nyilván az erkélyen kialakított kis kertekről van szó. Ezt követte a mini kategória, ami 50 négyzetméter alatti kertekről szólt, majd a normál kategória, ami az 50 négyzetméternél nagyobb kertekről szólt, és utána jöttek a zárt kert kategóriák. Zárt kert zöldséges és zárt kert gyümölcsös, és aztán a zárt kert vegyes kategóriát is be kellett vezetni, hiszen nagyon sokan a zárt kert vegyes kategóriába tartozó kerttel neveztek a programba. És szerencsére a közösségi kategóriát be kellett vezetni, hiszen egyre több közösség mérettette meg magát ezen a versenyen. Jöttek az óvodák, az iskolák, a kertbarátkörök, a lakóközösségek, a baráti társaságok, mindenféle egyesületek és más civil kezdeményezések, és én úgy gondolom, hogy ez a 7 kategória kiszolgál mindenkinek az igényét, kiszolgálja mindenkinek az igényét, és minden területi nagyságot, minden kertművelési válfajt lefed.
Minden évben volt valami plusz is meghirdetve. Gondolok itt arra, hogy madárbarát kert, akkor rovarbarát kert, és még sorolhatnám. Honnan jöttek ezek az ötletek, és mennyire tudtak alkalmazkodni a nevezők ehhez? Ezek az ötletek tulajdonképpen onnan jöttek, amik a kert bejárások során úgy szembe találkozott velük az ember. Nagyon sokan büszkék voltak arra, hogy madarak vannak a kertben, és akkor mondtam, milyen jó lenne, hogyha madárbarát kert lesz. Akkor tulajdonképpen innen indítatott az egész elképzelés, hogy minden évben legyen egy külön kiemelt téma, és egyik hozta tulajdonképpen a másikat. Sokszor féltem, hogy talán nehéz ez a kategória, illetve nehéz az a kiemelt téma, amit a kertesek elé állítok, feladatul, elérendő célul, de minden nehéz feladattal megbirkóztak, és mindennek eleget tettek. Olyannyira, hogy teljesen beépült a kertművelési mindennapjaikba, mindennapi tevékenység már az, és a kertkialakításnak az alapját képezi az, hogy ezeknek a úgymond kiemelt témáknak eleget tegyenek. És ezek nem lankadnak, hanem egyre inkább nőnek, szaporodnak, tehát már szinte nincs is olyan kert, amelyik ne lenne madárbarát. Ott az első időben azért olyan 60-70%-os volt ennek a teljesítési aránya. Minden egyes kiemelt témát szem előtt tartanak, nem tudom, hogy csinálják, de mindegyiket szem előtt tartják, és mindegyiket minden évben teljesítik is. Úgyhogy igazán elismerés a kerteseimnek. Most fogalmazódott meg bennem egy kérdés. Konyhakertekről beszélünk, de a konyhakertesek szeretik-e a virágokat, és mi jellemző, van-e a konyhakertek mellett virágos kert? Igen, van, hiszen az a szerves része, és ugye az elmúlt évek témája is az volt a diverzitás éve kapcsán, hogy ne csak zöldségekben, gyümölcsökben gondolkodjunk, hanem nyilván, hogyha valaki biomódszerrel szeretné művelni a kertet, akkor felmerül a növénytársítás és a védőnövényeknek a fogalma, és a védőnövények azok bizony a virágok, a vadvirágok, illetve nem csak vadvirágok, hanem a kultúrnövények és a gyógynövények, fűszernövények. Sok esetben még a gyomok is talán, hiszen valamikor a gyom vonz oda egy olyan rovart, ami éppen segít egy másik kártevőnek az elpusztításában. Tehát fontos, hogy egy kert legyen gazdag, és a zöldségek, gyümölcsök mellett legyen benne virág, de ne csak virág, hanem legyenek benne cserjék, bokrok, fák, hiszen ezeknek is nagyon nagy jelentősége van, mondjuk egy árnyékolásnál, vagy más egyéb funkciója is lehet egy fának. Én úgy gondolom, hogy ha úgy minden van a kertben, akkor lesz egy egészséges flóra, ami egy olyan egészséges közeget biztosít a kultúrnövényeknek, illetve a zöldségeknek, gyümölcsöknek, hogy az gazdag termést is biztosít. Van esetleg olyan fórum, ahol a kertbarátok, kertművelők segítséget tudnak kapni, kérdezhetnek, ötleteket kaphatnak, tehát ahol összefogják őket, tehát egy ilyen fórum. Van Facebook oldalunk, és ott tulajdonképpen lehet eszmecserét folytatni különböző dolgokról, de inkább az jellemző az én drága kerteseimre, hogy szeretik megbeszélni. Sokszor a kapanyére, gerebnyére dőlve egymás szomszédságában megbeszélni a tapasztalatokat, illetve ebben nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a kertbarátkörök, akiknek rendszeres foglalkozásaik, rendszeres összejöveteleik vannak. Magbőrzéket tartanak, a kertbejárás az tulajdonképpen egy rituálé, sokszor sütnek, főznek, még boroznak is közben, úgyhogy igazi népünnepé tud lenni egy-egy kertbejárás, és bizony többször összejönnek és megbeszélik a tapasztalatokat. Sokszor egyébként érdekes volt ezt tapasztalni, sokszor még a haragosokat is kibékíti a kertművelés, mert akik mondjuk évtizedek óta nem beszéltek egymással, de közös volt a tragédia, ami történt a kertben, összehozta őket, hogy éppen a pozitív eredmény, és bizony még barátságok is köttettek. Haragosok kibékültek, barátságok köttettek, ismerettségek, tapasztalatcserék történtek. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy közösségépítő ereje van a programnak. Tehát működik. Működik. A zsűrinek gondolom, hogy nehéz helyzete van, mikor értékelni kell a kerteket. Említsük meg, hogy a pandémiás helyzet, a vírus helyzet mennyire nyomta rá bélyegét erre a programra. A kertbarátok
még inkább a kert vonzásába kerültek, vagy lankadt ez a tevékenység? Mi volt a jellemző? Mindenki azt mondta, hogy na, akkor ennek a programnak itt van vége, de nem így történt. Tulajdonképpen a pandémia nekünk jót tett, hiszen mindenki be volt zárva, és majdnem, hogy rákényszerült arra, hogy otthon valamit tegyen, és ha udvara volt, akkor mit is tudott tenni? Elkezdett kertészkedni, és a virágok mellett zöldséget is termelni, hiszen nem is tudott annyiszor elmenni bevásárolni, talán nem is kapott annyira friss élelmiszert minden esetben. Summa-summarum elkezdtek kertet művelni, és érdekes módon, bár kicsit kevesebb volt a települési nevezés, hiszen sokan megijedtek azért a pandémiától, a vírustól, és visszamondták a csatlakozásokat a programhoz, viszont egy-egy településen sokkal több kertművelő volt, tehát összesen tekintve nekünk a vírus okozta vészhelyzet, az sokkal több kertnevezést jelentett, sokkal több kertművelő jelenlétét jelentette a programban. Úgyhogy mi szárnyakat kaptunk ezzel alatt a két év alatt, és én úgy gondolom, hogy ez még inkább ráirányította arra a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy ha egy kis szabadidőnk van, akkor azt értelmesen jól használjuk ki, és ha megadta a jó Isten azt, hogy van nekünk egy kis termőföldünk az udvarunkon, vagy egy zárt kertben, akkor használjuk ki annak a lehetőségét, műveljük meg, és fordítsuk a magunk hasznára, termeljünk benne zöldséget, gyümölcsöt magunk számára, hiszen mindig az a legfinomabb. Tudjuk, hogy vegyszereztünk, nem vegyszereztünk, mit hogyan csináltunk, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is annál nagyobb élmény nincs, mint amikor elveti a zöldborsót, és igaz, hogy nem másnap, ahogyan először elvárják, hanem egy idő után ki kell, és utána azt ki lehet fejteni, és meg lehet enni, és finom zöldborsó leves lehet belőle főzni, lehet csipegetni a szamócát, a málnát, a szedret. Én úgy gondolom, hogy ez igazi élmény egy gyermek számára, mint ahogyan a felnőttek számára is nagyon-nagyon öröm, hogy mennyi mindent meg tudnak termelni. Ez összehozza a családokat, a családtagokat, így a generációkat, tehát mindenképpen jó hatással van mindenkire, aki ebbe a programba bekapcsolódik, még akkor is, hogyha nem nevez. Ugye most már tavasz végét írjuk, jobb esetben ezek a konyhakertek már be vannak vetve, és már bújnak is ki a növények. Ebben az évben hogyan alakultak a nevezések? Hát ebben az évben még nem nagyon tudom, hogy hogyan alakultak a nevezések, azt tudom, hogy nagyon sok településünk van, nagyon sok új településünk van, remélem a határon túli települések száma is olyan szép lesz, mint tavaly volt, hiszen tavaly egészen extra 58 külhoni településünk volt, ez egy olyan szép szám, ami még eddig sosem volt, és én bízom abban, hogy a kertnevezések is ilyen szépen fognak alakulni. Karcagon is meghirdettük már a programot, június 15 lesz a nevezési határidő, de én úgy gondolom, hogy aki később nevez a kertjével, azt is bevesszük. Én azért kérek mindenkit, hogy minél hamarabb nevezzen a kertjével, hiszen olyan említette, már szétek a kertek, már azért van benne retek, saláta, zöldborsó, csaltán már a retek el is tűnt, úgyhogy meg kellene nézni ezeket a kerteket ilyen állapotukban is, nem csak amikor a paprika és a paradicsom burjánzik, és teljes teljében lehet látni a kertet. Minél hamarabb szeretnénk ezt a kertbejárást elkezdeni, úgyhogy én bízom abban, hogy minél többen jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy azért Karcagnak példát kell mutatnia, hiszen innen indult ez a program, és azért aztán 42 ezer új kertet, az eddigi sok-sok nevezőt, az eddigi sok-sok fiatal 20 év alatti kertművelőt, azért én úgy gondolom, hogy annak a 22 karcagi kertművelőnek lehet köszönni, akik megtiszteltek azzal, hogy jelentkeztek, és nem hagytak engem cserbe azzal, hogy nem nevez senki. Úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy ha van kertje, akkor ne restelje azt benevezni, és legyen büszke arra, hogy ő mekkora szorgalommal, odafigyeléssel, munkával, időráfordítással varázsolta azt a kertet olyan gyönyörűvé, amilyen. Hiszen én úgy gondolom, hogy az a kert, amit megművelnek, az mindig szép, az mindig gyönyörű. Lehet, hogy nem mindig annyira rendezett, de ezt nem is lehet egy kerttől elvárni. Lehet, hogy bizonyos időszakban teljesen tüktik módon, egy szál gyom nélküli, de ha van benne egy kis gyom, nem annyira rendezett, attól még az is nagyon szép. És érdekes, hogy mindig mutatja azt, hogy mekkora szakértelemmel, odaadással, szorgalommal műveli azt a kertet a kertművelő, hiszen azért az időjárás is nagyon sokszor
megtréfál bennünket, és nagy nehéz feladatok elé állít. Nagyon sok esetben szárazság van, elveri a jég, a szélvihar kárt tesz a kertekben. Ennek ellenére mindig az a tapasztalatunk, és mindig azt kapom vissza a zsűri, a vidéki zsűriktől is, hogy bármilyen kertbe mennek be, bármilyen katasztrófa is érje a kertet, elveri a jég, aszálykár van, vagy szélkár van, mindig mutatja azt, hogy mekkora ráfordítása és mekkora szolgalommal, szeretettel művelik a kertet. Tehát a kert az mindig visszaadja azt az energiát, azt a ráfordítást, amit kap a kertművelőtől. És éppen ezért kell nevezni, és nem szégyelni azt, hogy most nincs annyira rendben az a kert, nevezni kell, mert mindenki előtt az lebegjen, hogy azzal, hogy ő nevez, mások elé állít példát. Példát ad azzal, hogy ahogyan ő él, úgy érdemes csinálni, hiszen ott van az a kert, amit meg tud mutatni. Uh-huh. És ugye az a 42 ezer kert az mutatja, hogy bizony-bizony ez működik. Úgyhogy nem szabad ezeket a kerteket a zárt kapuk mögött talomban tartani, hanem büszkének kell lenni rá és megmutatni, hiszen úgy gondolom, hogy a munkájáért az elismerés mindenkinek jól esik, és mindenkinek jár. Hát én úgy gondolom, hogy amíg egy ilyen programgazda, aki mosolyogva, lendületesen, örökös kitartással vezeti ezt a csapatot, addig mindig bővülni fog a kertbarátoknak a köre, és nem csak itt Karcagon lesz egyre több termő és virágzó kert, hanem itt kicsi hazánkban, sőt még a határainkon túl is. Én azt kívánom, hogy még sok-sok évtizedet éljen meg ez a program, és az emberek mindennapi tevékenységébe úgy épüljön bele, hogy ez természetes legyen. Hiszen a föld az adott. Igen. Ha van hozzá egy kis emberi akarat, akkor én úgy gondolom, hogy mindent meg lehet valósítani. Így van, mindent meg lehet valósítani, és azért még fontos hozzátenni, hogy, hogy azért ez a munkához hozzátartozik az, hogy nekünk van egy Szokai Szilviánk, aki ennek a technikai lebonyolításában rengeteget dolgozik nap, mint nap, és nagyon nagy lelkesedéssel kezeli, illetve tartja karban és tartja gazdag tartalommal a Facebook oldalunkat, illetve a weboldalunkat is, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan így találnak ránk, így tudnak a programhoz bekapcsolódni, hiszen nem minden településen hirdették meg ezt a programot, és ezek a magánkertművelők sajnos ezeken a fórumokon keresztül tudnak hozzánk kapcsolódni, és ők is nagyon nagy értéket képviselnek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a kétfős lelkes csapat az, aki megmozgatja az embereket, és tényleg meg lehet őket mozgatni, és én úgy gondolom, hogy annál nagyobb elismerés nem kell, amikor egy idős néni, aki már talán 90 évét is betöltötte jócskán, azt mondja élete végén, hogy az életének a legszebb éveit nyújtotta ez a program, és úgy távozik el tőlünk, hogy ezt mindenki meg tudtuk adni. Ez egy gyönyörű végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra.